Sziasztok! A mai videónak az apropója az, hogy, mint tudjátok, Kóbor János Meki, az Omega frontembere több mint egy héttel ezelőtt meghalt, és ennek okán szerettünk volna egy olyan műsorsorozatot indítani, egy olyan napot szentelni az Omegának, amivel méltóképpen meg tudunk emlékezni róluk, a csapatról, az Omegáról. Olyan szempontból mondhatom azt, talán nem furcsa ezt kimondani, hogy szerencsések vagyunk, hogy egy picit beleláthatunk jobban abba, hogy hogyan élt az Omega, hogyan élt Kóbor János, hiszen az egyik önkéntesünk, a Hungarian Hub egyik nagyon lelkes tagja, Trunkos Judit kolléganőnk nagyon közeli kapcsolatban állt az együttessel. Elárulhatjuk, hogy édesapád az Omega menedzsere, most már nem tudom, negyedik, ötödik évtizede, hogyha lehet ezt így mondani, és amire nagyon büszke vagy, de sosem beszélsz róla, így nagyon megtisztelve érezzük magunkat annak kapcsán, hogy megkérdezhetünk konkrétan téged, és talán első kézből és hiteles információk alapján megtudhatunk néhány nagyon fontos tényt a zenekarról. Neked milyen viszonyod volt velük, édesapád, hogyan élte meg az elmúlt egy hetet, kicsit több, mint azt mondanám, hogy az elmúlt pár évet, hiszen nem az egyetlen tagot veszített el az Omega. És mi a kapcsolata egyáltalán az Omegának az Egyesült Államokkal? Judit, tehát először is arra lennénk kíváncsiak, hogy pontosan milyen kapcsolatotok volt az Omegával, és hogy alapvetően talán, mint azt mondhatni majdnem, hogy Omega családtagként, hogyan élted meg a Kóbor János halálát, és milyen viszony fűződik hozzá. Sziasztok! Én is köszöntök mindenkit. Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert nagyon nehéz egyszerű válaszokat adni egy olyan kérdésre, meg egy olyan kapcsolatra, ami ennyire régen, ilyen hosszú, és ennyire sok évvel ezelőtt kezdődött. Hát ugye, hát én 42 éves vagyok, viszont az Omegánál sokkal idősebb és sokkal előbb kezdődött, úgyhogy, hogy mint nagyon sokszor a zenében, apukám nagyon jó baráti kapcsolatban volt az Omegával, nagyon sok zenét írtak együtt, nagyon sok zenét csináltak, nagyon sok koncert, és hát ez mindig is rége volt, mindig is része volt a mindennapoknak, tehát ez az egyik nagy különbség, ami a jövőben nagyon furcsa lesz, hogy nem lesznek koncertek, nem lesznek próbák. A másik, hogy nem tudom, hogy hányan tudják, hogy Mekinek egy nagyon jó kis stúdiója van a házában, ahol nagyon sok zene született, úgyhogy ez mint egy ilyen munkahely volt apukámnak is, tehát tudtam, hogyha dolgozik, akkor ez azt jelenti, hogy a Mekinél ül a stúdióban. Úgyhogy hát ez is egy nagyon, nagyon fura változás lesz, hogy hát most akkor hol folyik a munka. Úgyhogy, de csak, hogy még pár szót mondjak erről a kapcsolatról, tehát ahogyan te is elmondtad, édesapám Trunkos András nagyon régóta dolgozik együtt az Omegával, és hát azért ez a kapcsolat, ez egy nagyon szoros kapcsolat. Mindent együtt csinálnak, együtt ünneplik a gyerekek szülinapjait, esküvőket, válásokat, mint tudjuk, ez is előfordul a zenei világban. És hogy szépen együtt növekszenek és öregszenek a tagok, úgyhogy ez egy nagyon fájdalmas pillanat igazából mindenkinek. Alapvetően, ahogy szó szerint, tehát te belenőttél ebbe a világba. Ezt hogyan lehet jól megfogalmazni egy nagyon prózai, hogy egy átlag embernek, hogy azért mégiscsak egy olyan celebritásokkal, a mai szép szóval emlegetve celebritásokkal, éltél majdnem együtt, hogy ezt hogyan tudtátok a hétköznapokban kezelni? Miben Igen. volt más az életetek? Igazából szerintem, hogy az alapok ugyanolyanok, tehát ugyanúgy óvodába kell járni, iskolába kell járni, ki kell vinni a szemetet, de ami más, hogy ugye kik teszik ezt, ki viszi el a gyereket az iskolába, és, de valójában abban a percben, és szerintem ez minden házban így van, hogy abban a percben, ahogy belépsz a házba, igazából ez a munka, amit ebben az esetben zeneszerzés és koncertek és fellépés, azért ez megszűnik, és marad az, hogy vacsorát kell csinálni, és a mindennapi életet kell élni. Tehát én mindig is igazából ezt a részét láttam az Omega tagjaiból is, és akkor már nem a sztár jön elő, hanem a férj, az apuka,
Úgyhogy ezekről, igen, ez egy nagyon érdekes világ, de nem mint sztárok kezeljük ezeket a barátokat, hanem mint emberek, mint barátok. Hiszen sokkal régebb óta barátok, mint sztárok. De személy szerint tartottad a kapcsolatot meg kivel? Én csak akkor találkoztam vele, ha apukámmal találkoztam. Ugye, hát én már több mint, nem is tudom, 4 éve nem voltam Magyarországon, úgyhogy most már itt az ideje. De pont ezen gondolkoztam, amikor így próbáltam készülni a beszélgetésünkre, hogy mikor találkoztam meg kivel utoljára. Hát amikor utoljára otthon voltam, 2017-ben, és az amerikai érdekesség itt, hogy pont egy július 4-i találkozón, tehát az amerikai függetlenséget ünnepeltük, és Török Bálinton, ahol ugye meg is és apukám is lakik, és hát ott találkoztam Mekivel és az egész családjával, és hát nem mondanám egyáltalán, hogy tartottuk a kapcsolatot, hát apukám igen, én amikor ritkán hazajárok, akkor ugye legtöbbször is a családdal töltöm az időt, de mivel apukám viszont nagyon sokat találkozik velük, ezért itt találkozgattunk. Említetted Amerikát. Szerinted nekik, akár édesapának, akár a zenekarnak mit jelentett az, hogy Amerika? Milyen kötődésük volt Amerikához? Volt-e valami különlegessége ennek a kapcsolatnak? Ez egy érdekes kérdés, mert szerintem a zenekarnak is mást jelenthetett, és ez egy ilyen kérdés, nagyon nehéz megválaszolni, tehát ők tudnák erre a legjobb választ. Te szerintem a zenekarnak zenét jelent Amerika. Én úgy érzem, hogy egy zenésznek az első, ami eszébe jut Amerikába, az az amerikai rockzene, és előtte a jazz. És ugye apukám egy kicsivel másabb helyzet, mert ő élt itt Amerikában, egy ilyen 6-7 évet biztosan, a 90-es években, tehát ő közvetlenül tudta, hogy milyen itt az élet, mi történnek itt, tehát neki azért egy szorosabb kapcsolata volt, de mindenképpen ugye a zene az egy nagyon, nagyon erős kapcsolat, mind az együttessel, mind apukámnak az Egyesült Államokkal. Terveztek ők valamikor is ide koncertet? Hogy volt egyáltalán koncertjük itt az Egyesült Államokban, mint Omega? Szerintem nem volt, és lehet, hogy ehhez a hosszú úthoz van közel, mert amennyire én tudom, neki nem szeretett repülni. Tehát lehet, hogy erről van szó, hogy ezért nem sikerült. Igen, ez valószínű, igen, milyen jó lett volna mondjuk, hogyha el tudtak volna jönni, akár mondjuk a Hungarian Summitra is, ez most már sajnos ez nem fog megvalósulni, de mindenképpen fontos kiemelni azért azt, hogy az amerikai kötődés azért két vonalon is volt, az egyrészt, azt mondanám, egy 8 évvel ezelőtt merült fel, hogy egy amerikai rapsztár, ugye néhány dallamot ellopott a Gyöngyhajú Lányból, és ez ugye óriási botrányt kavart akár itt az Egyesült Államokban is, illetve a másik ugye a Scorpionszal való viszonya. Mit tudsz erről? Van-e neked egy kicsit érdekesebb sztorid ebben kapcsolatosan? Tudsz-e valami kis kulisszatitkot, amit szívesen meg is osztanál másokkal? Igen, a Gyöngyhajú Lány részének a felhasználása ez egy nagyon meglepetés volt szerintem mindenkinek, és hát szerintem olyan szempontból jót is tett az Omegának, hogy még többen beszéltek róla, még többen összekötötték ezt a zenét magával az együttessel, a magyar együttessel. Ugye az egyik érdekes dolog abban, hogyha valaki Magyarországon zenész, hogyha magyarul írod a zenét, akkor nagyon sokszor csak a magyar közönséget tudod elérni vele, a szöveggel legalábbis. Úgyhogy pontosan ezért történt az is, ahogy például a Gyöngyhajú Lány is végül is megszületett angolul is, sőt, meg is sokszor énekelte is angolul, hogy egy tágabb közönséget el lehessen vele élni. És mint kiderült például a Gyöngyhajú Lány, nagyon sokszor volt a mindenféle slágerlisták, nyugati slágerlisták, tehát London, európai slágerlisták tetején, de ugye angolul, tehát úgy azért könnyebb megérteni a zenét, mint ha mondjuk magyarul játsszuk. Úgyhogy ezzel több embert értek el. És hát a Scorpionszal egy nagyon baráti kapcsolat alakult ki, én úgy tudom, Meki és az énekes Scorpions énekesek között. Én azt hallottam, hogy a legutolsó percekig ment a beszélgetés, és írogattak egymásnak, tehát elég szoros kapcsolat van közöttük. Én azt láttam is, hogy például a Facebook oldalukon kijön, megemlékeztek Mekiről, és hogy micsoda vesztesség ez a zenei világnak, nem csak Magyarországon, nem világszerte, és hát azért nem felejtjük el, hogy a Scorpions azért az első nagy igazi slágerét azért ilyen szempontból pont az Omegának köszönhet, illetve Presser Gábornak. Óriási nevekről beszélgetünk, és óriási ikonokról, tehát hogy nyilvánvalóan, hogy ez nagyon-nagyon
sokáig az emberek emlékezetében benn fog maradni. A mai napról ugye annyit, hogy te segítettél összeállítani a mai napnak a programját, nagyon fontosnak tartottuk, hogy mindenképpen legyen egy amerikai kapcsolódási pontja minden egyes történetnek, amit meg fogunk ma osztani, de először ugye találtunk egy nagyon érdekes Fábri interjút, az egyik önkéntesünk javasolta, hogy feltétlenül ezt majd játsszuk be, ami nagyon jól összefoglalja az ő életét, karrierjét, jelenjét. Majd ezt követően édesapád is megszólal, egy üzenetet fog tolmácsolni nyilvánvalóan az amerikai magyarok felé, ami azt gondolom, hogy egy elég nagy dolog és nagyon megtisztelő. Majd ezt követően sor kerül ugye a megemlékezésre, ami a bazilikában lesz. Ha úgy tudom, hogy kérlek segíts pontosan, hogy hogyan lesz a megemlékezés, hogy ma bazilikában lesz, de maga a hamvainak az elszórása nem itt fog megvalósulni, ugye? Kérlek segíts ebben, hogy igen, valósul ez meg. Én úgy tudom, hogy 19 órakor lesz a bazilikában egy megemlékezés, viszont a hamvakat máshol Balatonon szórják majd ki egy másik nap, egy másik alkalommal. Ő Balatonhoz nagyon kötődött, főleg így a pandémia idején, ugye ők szinte leköltöztek a családdal, hogyha jól tudom, és gondolom, hogy ez is benne van ebben. Hát igen, a vitorlázás, és úgy általában a nyugalom, ami Balatonon érezhető, ez nagyon, nagyon megfogta nekik és a családját, úgyhogy sokszor ott töltötték a pihenés idejét. Értem. És a délután folyamán pedig át fogunk térni ugye az amerikai relációt, ugye folytatva az említett rockstar, vagy rapstar, bocsánat, Kanye West-nek a történetét is meg fogjuk osztani, sőt egy a gyöngyhajú lánynak az angol verzióját is bemutatjuk, ami nagyon érdekes, ugye elég más hangzása van, és egy igazi retro feelinget fogunk kapni ebből. És hát ugye nap folyamán pedig a Scorpionszal való kapcsolatát is fogjuk még egy kicsit így elemezni, illetve megosztani azokat a koncertfelvételeket, amikor együtt voltak a színpadon. Kihagytam valamit, nem tudom, Judit, hogy mit kéne még talán kiemelni, vagy tehát kíváncsian várjuk egyébként mi a ti véleményeteket, mert ugye egész nap a gép előtt leszünk, ha bármilyen gondolatotok, véleményetek, kérdésetek lenne, mind feltétlenül tolmácsoljátok felénk, de hogy Judit, mit gondolsz, hogy mi az, amit még mindenképpen ki kellene emelnünk, és fontos, hogy elmondjunk a nézőknek? Szerintem az egyik legérdekesebb része egy együttes életének az az, hogy mennyit változtak, vagy mennyi különféle zenét játszottak az évek során, úgyhogy ami nekem például nagyon érdekes lenne az, hogy aki bekapcsolódik hozzánk, melyik korszak volt a kedvence, 60-70-es évek, vagy 80-80-as évek, vagy hogy vajon mennyien szerették ezt a legújabb korszakot, ami inkább ilyen klasszikus zenére épülős, hatalmas templomi koncertek, lézersókkal, tehát engem nagyon érdekelne, hogy kinek melyik a kedvenc omega periódusa. Igen, ez nagyon abszolút érdekes, és jó, hogy ezt kiemeled, mert hihetetlen módon, mennyi most lett volna, talán két éven belül, vagy egy éven belül lett volna a hányadik évfordulója az Omegának? Húha, remélem jó számot mondok, én úgy tudom, hogy 60. 60, hihetetlen ez a szám, elképesztő, igen. Tehát egy ember öltőnyi számokról beszélünk, évtizedekről, és hihetetlen, hogy nem vonultak vissza ez idő alatt, hanem tényleg mindig valami újat azért még mindig tudtak mutatni ennyi év után, és hát egy tényleg igazi ikonok és klasszikusokról beszélünk nyilvánvalóan. Kíváncsian várom majd a reakciókat, hogy kinek mi a véleménye, esetleg kinek milyen története van az Omegával, hogy hol látta őket először, vagy utoljára a színpadon, akár Magyarországon. És hát nagyon-nagyon izgalmas lesz ez a mai nap, és próbálunk méltóképpen megemlékezni. Tényleg a Magyarország azt gondolom az elmúlt 50-60 évnek a egyik legnagyobb rockbandáját fogunk megemlékezni. Judit, nagyon szépen köszönjük, hogy ezeket elmondtad, és hogyha van még eszedbe ült bármilyen érdekesség vagy információ, esetleg ugye azt elárulhatjuk, hogy képeket is meg fogunk osztani, amely kicsit talán senki nem látott még talán, és érdekes lehet a közönség számára. Úgyhogy köszönjük szépen, és folytatása következik. Köszönjük, Judit! Nagyon szívesen!